Bele kell fogni, ezt te csináld, ezt ne vedd el onnén, és ezt hajtsad rá. Új technikával ismerkedtek a Fehérló közösségi házban a gyerekek, csipkeszoknyát ragasztottak éppen az előre megrajzolt kislánynak. Idén is meghirdette ugyanis nyári tábor kínálatában a bütykölő délelőttöket az intézmény, ahol ezúttal 5 és 12 év közötti gyerekek vettek részt. A Fehérló közösségi ház az idei nyárra is számos napközis tábort hirdetett, ahol főként a művészeteket helyezték előtérbe. Az augusztus elején tartott bütykölő délelőttökön az új technikák mellett a megszokott kézműves foglalkozások is előtérbe kerültek. Ez a tábor ez igazán arról szól, mintha 5 bütykölő szakkő lenne összerakva, összegyúrva, sőt egy kicsit fölturbozva, tehát minden nap 4-5 féle foglalkozással bombázzuk a gyerekeket. Vannak segítőim, akikkel dolgozok, meg vannak olyan foglalkozások, amiket én tartok ilyen fehér lovas hagyományokhoz szíven. Papírtányérra festettek dinnyét, vászontáskákat díszítettek, de különleges nyári díszek is készültek a bütykölő délelőttökön. A programokat pedig ezúttal is nagyon élvezték a résztvevők. Nagyon jókat hajtogattunk, és lehet vele játszani, meg dísznek ki lehet tenni. És a kulcsartó meg azért, mert olyan cuki formákból csináltuk, és nagyon szép. Nekem a táskafestés az azért tetszett, mert nekem az azért nagyon tetszett, mert ugye amikor a festettük és rá kellett nyomni, azt éreztem, hogy ez én ide születtem, és nekem ez nagyon tetszett. Csináltunk táskát, hajtogattunk, meg mindenféle jó kreatív cuccot. Mi volt, ami a legjobban tetszett? Hát nagyon tetszett, amikor táskát csináltunk, meg mikor kis gyöngyállatot fűztünk. És neked mi tetszett a legjobban, és miért? Nekem a hajtogatás nagyon tetszett, meg a fonás. A Fehérló közösségi ház a nyári szünet végével is várja majd az ügyeskező gyerekeket hagyományos bütykölő foglalkozásaira.